A Pink Október akcióhoz csatlakozva rózsaszín sapkában és nadrágban játszottak a PVSK meccsek fűszért vízilabdázói az FTC elleni OB1-es találkozón. Az alapszakasz 9. fordulójában Jansik Szilárd révén a Fradi szerezte meg a vezetést, majd kisebb meglepetésre a pécsiek 3-1-re fordítottak. A negyedet végül nem tudták megnyerni Török Viktor tanítványai, ugyanis egyenlített a bajnoki címvédő Ferencváros. A második 8 percben összeszedettebben és eredményesebben vízilabdázott az FTC, és egy pécsi szépítés után Vígvári Vendel góljával 6-4-es előnyről várhatták a második félidőt. A harmadik negyedben Mezei Tamás megúszásból szerzett találatával 9-4-es Fradi előnyelt az eredményjelzőn. Ezt egy több mint 5 perces gólcsend követte, a negyed vége előtt viszont Vígvári szerezte meg a 10. ferencvárosi gólt. A zárójáték rész a PVSK 5. és egyben utolsó góljával kezdődött. A hátralévő 6 percben több vendégjátékos is betalált, eldöntve ezzel a találkozót. Az FTC tehát az első negyed döntetlenje után a folytatásban fokozatosan felőrölte a Pécset, és 14-5-ös győzelmet aratott az Abay Nemes Oszkár sportuszodában. Itt Pécsen mindig nehezen kezdődnek a meccseink, és nekünk is estek az első két negyedben a mai csapat. Talán mi még kicsit a buszon voltunk, az úton voltunk, de aztán a másik félidőre összeráztuk magunkat. És összességében szerintem nagyon jó meccset játszottunk. Szerintem ezt a Pécs is elmondtuk magáról, úgyhogy gratulálok nekik. És sok sikert kívánok. Természetesen számítottam rá, hiszen ez tradicionálisan egy nehéz pálya. Sok mérkőzést játszottunk már itt az elmúlt években. És mindig hasonló, nagyon jó hangulatú mérkőzések voltak. Úgyhogy abszolút számítottam rá, azért is, mert egyébként eléggé tartalékosan tudtunk most csak jönni. Ez a jó oldala, hogy sok ifi játékos tudott már játszani nálunk. Ennek örülök, azért nekik is nagyon fontos egyrészt a motiváció, meg az, hogy egyáltalán hol tartanak a munkában. És azoknak a játékosoknak, ugye a felnőtt kereknek a stabil tagjai, meg azoknak meg azért fontos, hogy ténylegesen ilyenkor sokkal nagyobb szerepet kapva, sokkal több időt töltve a vízben, ők is tudjanak fejlődni, akinek esetleg szüksége van egy kicsi önbizalomra, hogy visszajön akár lövéseket, akár speciális dolgokat gyakorolni. Ez nagyon jó. Egyébként én is ahhoz csatlakozom, hogy gratulálok a Pécsnek, mert szerintem nagyon jó fizikális mérkőzést játszottunk az elején. Utána picit azt éreztem, talán elfáradtak, és mi tudtunk dominálni fizikálisan a mérkőzés második felében. Ezért alakult ki az eredmény. Hát egy BL szintű csapat ellen kellett ma medencébe ugranunk. És hát az első negyedben még úgy 3-1-re, amikor elmentünk, ott mi is beszálltunk, tehát mi jól kezdtük a mérkőzést, de utána azért a Ferencvárosnál is kijött egy olyan rutin, ami náluk természetesen az alap, hogy nagyon sok meccset játszanak, nagyon sok tétmeccsük van, és hát én személy szerint úgy ugrottam be a mérkőzésbe, hogy egy BL szintű csapat ellen játszhatok, és én nekem ez nagyon-nagyon öröm volt számomra. Hát hittünk, mindenki hitt benne, hogy hát ha talán meglepetést tudunk okozni, de sajnos most nem jött össze. Először is gratulálok a Ferencvárosnak a magabiztos győzelemhez. Én azt mondtam a fiúknak egyébként tegnap este még, hogy 14 ember van a világ, aki most holnap a világ legjobb csapata ellen, vagy egyik legjobb csapata ellen játszott, hogy örüljenek neki, hogy vízbe ugorhatnak. Nem nyilván szerettünk volna egy kicsit szorosabb mérkőzést játszani, főleg annak tudatában, hogy a Zsolt is mondta, hogy azért meghatározó játékosok hiányoztak náluk. Azt gondolom, hogy jól kezdtük a mérkőzést, aztán utána lehet, hogy el is fáradtunk, nem tudom, inkább én azt gondolom, hogy talán hogy egy picit ilyen hidehagyottá váltunk, nem nagyon működtek a forjaink, igazából a támadásaink azok nem nagyon voltak, azt gondolom olyan komoly szintűen, hogy abból gólokat tudtunk mondani, egy-egy ilyen egyéni akcióból sikerült valamit összekaparni, és a védekezésre pedig utána eléggé sokat hibáztunk, ezt kivéletlenül kihasználták, úgyhogy annak örülök, hogy nagyon jó hangulat volt, szerintem ez a két szurkoló tábor ez mindent megtett ma, és örülök neki, hogy egy jó mérkőzést láthattak, úgyhogy gratulálok.